elindult az idei jubileumi Szamárfő Fesztivál Pécsen. Már a 10. alkalommal megrendezett esemény első napján sokan voltak kíváncsiak a programokra. Magyarország egyik legnagyobb ingyenes családi eseménye nagy népszerűségnek örvend, minden évben vonz új látogatókat. Húgom még eljöttek hozzánk családlátogatóba Spanyolországból, és hallottuk, hogy van ez a Szamárfő Fesztivál, és hogy elhozzam a kis keresztlányomat, így meglátogattuk a mai nap folyamán. A számos foglalkozás között egy érdekes kalandon is részt vehetnek a gyerekek. Pandani világában különböző feladatokat kell megoldaniuk a kicsiknek, melyek erre a fejlesztő mesekönyv családra épülnek. Úgy találtuk ki ezt a programot most erre a rendezvényre, hogy igazodtunk a fő vezérfonalhoz, ami is az űr, és akkor olyan feladatokat kell megcsinálni, ami mondjuk ezzel kapcsolatos, csillagokat színezni, akkor a repülőt segíteni, hajtani, ilyesmi. Azt hiszem, 7 állomást állítottunk fel a gyerekeknek, és az állomásokon, hogyha a feladatokat elvégzik a gyerekek, akkor kapnak egy kis pecsétet, és a végén pedig egy oklevelet, hogy Pandanival játszottak. A Zsolnai negyed tágas tereit a gyerekzsivaj mellett a kutyaugatás is betöltötte, ugyanis ezekkel a négylábúakkal is megismerkedhettek a látogatók. De könyvvásár, kincses piac és persze koncertek is várják az érdeklődőket. A fesztivál augusztus 28-án vasárnap ér véget. Jött a másik gólya, rajta bugyogója, abba esett éppen, befejezésképpen.